Következőkben egy animációt fogunk létrehozni az előzőekben elkészített folyamatábrából. A gyakorlati életben gyakran van szükség arra, hogy az egyes lépéseket egymás után ábrázolva, GIF képként elmentve az egész folyamatot szimbolizáljuk, ahogyan az a képen is látható. Ehhez szükségünk van az előzőekben XCF formátumban elmentett fájlra. Ezt most hozzuk be a File menü megnyitás folyamatábra XCF-ként. Ugye azért van szükség erre, mert itt a feliratok nincsenek ráolvasztva az alsó rétegre. Minden egyes folyamat lépést egy-egy réteg fog képviselni, ehhez a hátteret másolnunk kell. Ez ugye végbe mehet a réteg aktuálissá tétele, jobb klik, majd a réteg kétszerezése parancsal, vagy pedig végbe mehet itt ennek az ikonnak másolat készítése a rétegről megnyomásával. Minekünk most 6 lépésből fog állni, plusz az első kiinduló lépés, az animációnk, elkezdjük őket átnevezni, háttér 2, háttér 3, és háttér 7. Ezt követően az egyes folyamat lépéseket kikapcsoljuk, hogy ne legyen zavaró, és elkezdjük az árnyékolást, illetve a színátmenetes kitöltést, ahogy a példában láttuk. Az árnyékoláshoz szeretnénk az ellipszisről rögtön egy másolatot készíteni új rétegbe. Alkalmazzuk most az ellipszis kijelölést. Ugye a varázspálca kijelölő eszköz nem alkalmazható, mert az egybefüggő területeket jelölné ki, és ekkor az összes fekete terület kijelölődne, mivel egymással érintkeznek. Se a szín szerinti kijelölő eszköz nem alkalmazható, maradjunk tehát az ellipszis kijelölő eszköznél. Igazítsuk nagyjából rá az élekre. Ugye itt is különböző módosítások vannak, mint lágy szélek, rögzített, stb. A pontos igazításhoz ezekbe a négyzetekbe és téglalapokba kellene kattintanunk olyankor, amikor ez a kis háromszög ikon jelenik meg. Hogyha a szálkereszt ikon van, akkor ez arra utal, hogy új kijelölést kezdhetünk, még hogyha a négyjágú nyíl, akkor a kijelölést áthelyezhetjük. Mi most csak a kijelölést módosítani szeretnénk. Ráigazítjuk a szélekre, lehetőleg úgy, hogy a teljes fekete benne legyen. Hogyha ez megvan, akkor Ctrl-C, majd pedig Ctrl-V, megjelenik egy lebegő kijelölés, jobb klikkel rákattintunk és új réteget szeretnénk létrehozni. A zavaró réteget kikapcsoljuk, és ezen dolgozunk tovább. Arra van tehát szükségünk, hogy ez az ellipszis árnyékolva legyen, tehát ezt a réteget most újra másoljuk. Legyen ez a réteg az árnyék. Színezzük ezt be szürkére. Előzőekben definiáltuk már az előtérszint. Oké. Kitöltés. Ilyenkor ugye nem kell kijelölni, mert az egybefüggő színeket fogja kiszínezni. Feketére, kékre rákattintunk a kitöltőeszközzel, és kaptunk egy szürke ellipszist. Szín szerinti kijelölés követően szeretnénk ezt az árnyékot eltorzítani. Erre a rétegtranszformációk eszközcsoporttal van lehetőség, mégpedig itt a perspektíva eszközzel. Válasszuk ki, menjünk bele a kijelölt területbe, és módosítsuk ezt tetszés szerint. Hogyha a kívánt eredménnyel meg vagyunk elégedve, akkor az átalakítás ikonra kattintunk. Létrehoz egy lebegő kijelölést ismét, ehhez nekünk ismét új rétegre van szükség. A meglevő
árnyékunk már nem tartalmaz semmit, ezt töröljük, és az átalakított réteget nevezzük át árnyéknak. Arra van tehát szükség, hogy az ellipszis alá kerüljön ez az árnyék, ezt fogd és vidd módszerrel is megvalósíthatjuk, vagy pedig a nyilakkal, aktuális rétegen állunk, és azt a nyilat nyomjuk, amerre át kell helyeznünk a réteget. Ezt követően tehát látjuk az árnyékot az ellipszis mögött, mi nekünk arra van szükségünk, hogy ezt az alakzatot átvigyük az egyes lépéseket jelképező háttér rétegekre, tehát egy rétegként kell kezelnünk a beillesztett réteget az árnyékkal, az ellipszist az árnyékkal, össze kell fésülnünk a kettőt. Jobb klikkel rákattintunk a fenti ellipszisre, összefésülés lefelé, és megvan az árnyékolt ellipszisünk. Ezt az alakzatot szeretnénk tehát az egyes folyamatokra ráilleszteni, jelöljük ki a teljes területet hozzáadó kijelölési módban. A küszöbértéket növeljük meg. Ilyenkor a teljes ábránk kijelölődik. A küszöbérték ugye a szín szerinti eltérések küszöbértékét tolja felfele. Ctrl-C. Bekapcsoljuk a láthatóvá tesszük a kettes hátterünket, Ctrl-V-vel pedig beillesztjük. Lebegő kijelölést itt most a kettes rétegen kell rögzítenünk, réteg rögzítése, és látható, hogy készen is van az első árnyékolt ellipszis. A második lépés jelképező háttér kettőre szeretnénk még árnyékoltá tenni a körünket is, ennél ugyanúgy járunk el, mint az előbb. Ellipszis kijelöléssel kiterjesztés a középpontból. A Shift nyomva tartásával nagyjából fölvesszük a körünk alakját. Ctrl nyomva tartásával és az egér görgető gombjával belezoomolunk, és igazítjuk a kijelölésünket. Miután ezzel megvagyunk, szeretnénk ezt ismét egy új rétegre másolni. Ctrl-C, Ctrl-V, lebegő kijelölésből új réteg. A zavaró réteget láthatatlanná tesszük. A réteget lemásoljuk, ezt beszínezzük szürkére, a kisebb hiányosságok színezéséhez itt most meg tudjuk azt csinálni, hogy a szín szerinti kijelölő eszközzel belekattintunk az átlátszó háttérbe, és ekkor az átlátszó részek kijelölődnek. Mi nekünk ezt invertálnunk kell, és elkezdünk az ecsettel, egy másfajta ecset véget választva végigmenni a kijelölésen, és beszínezzük a hiányosságokat. Miután ezzel megvagyunk, ismét kiválasztjuk a perspektíva eszközt, és torzítjuk a körünket, hogy árnyék legyen belőle. Átalakítás, ismét egy új réteget szeretnénk. A felesleges réteget töröljük.
A kört fölé visszük, a két réteget összefésüljük, elnevezzük árnyéknak, majd pedig ismét kijelöljük az egészet, alkalmazzuk ismét a szín szerinti kijelölést, szerkesztés, kijelölés, invertálás, Ctrl-C, ráállunk a kettes hátterünkre, Ctrl-V, lebegő kijelölést pedig rögzítjük. Ctrl-V parancs után az árnyékunkat áthelyezzük oda, ahova nekünk szükség van. Ehhez először a segédvonalakhoz való illesztést kikapcsoljuk, hogy az illesztést pontosan el tudjuk végezni. És hogyha megvan a végleges hely, akkor a réteget rögzítjük. Ilyen módon a háttér 2-nél már a két árnyékolás készen is van. Szeretnénk még a színátmenetes kitöltést elvégezni a műveletet jelképező téglalapon. Varázspálca kijelölő eszköz, hogy csak ezen a területen hasson a színátmenetes kitöltés. Beállítjuk a színeket. Szeretnénk egy lilásból, kék irányba tartó kitöltést, színátmenet eszköz, itt a forma legyen egy sugaras forma, ugye, hogyha távolabbra húzzuk, akkor hosszabb úton történik az átmenet, míg hogyha rövidebb úton, akkor az átmenet egy kis távolságon belül végbe megy. Maradjunk mi most ennél a kitöltési módozatnál. És készen is van az első lépés. A második lépésnél már kettő árnyékot kell létrehoznunk, illetve kettő téglalapot kell színátmenetesen kitölteni. Ehhez kapcsoljuk be a hármas hátteret, de először is innen vegyük le ezt a kitöltést Ctrl-C-vel, álljunk rá a hármasra, és Ctrl-V-vel illesszük be. Majd ismét Ctrl-V, miután a lebegő kijelölésünket lerögzítettük, Ctrl-V, és illesszük be oda, ahova nekünk erre szükségünk van. És ismét rögzítsük le. Ugye itt is ugyanúgy működnek Ctrl-C, Ctrl-V parancsok, ahogy azt az alakzat szerkesztésénél megmutattam. Másoljuk át az árnyékot. Szín szerinti kijelölő eszköz, háttérbe kattintás,
kijelölés, invertálás, Ctrl-C, ráállunk a hármas rétegre, láthatóvá tesszük, Ctrl-V, átmozgatás eszköz, és oda mozgatjuk, ahova nekünk szükségünk van. Ezt követően a réteget rögzítjük. Ugyanígy járunk el az ellipszis árnyékkal is, aktívá tesszük, láthatóvá tesszük a hármas folyamatot jelképező réteget. Kikapcsoljuk, ismét belekattintunk a háttérbe, szín szerinti kijelölő eszköz, kijelölésnek az invertálása, Ctrl-C, ráállunk megint a hármas rétegre, hogy ez legyen aktív, Ctrl-V, átmozgatás, és a rétegnek a rögzítése. Ugyanígy járunk el minden egyes ábránál, egészen addig, amíg készen nem lesz mind a 7 lépés. A folyamat ábrát talán célszerűbb és gyorsabb úgy kialakítanunk, hogyha nem mindig átmásolgatjuk erre az alapábrára az árnyékolt alakzatokat, hanem mindig azt a réteget másoljuk le, ami már a legtöbb alakzat színezett, illetve árnyékolt. Ehhez most távolítsuk el a 4-es, az 5-ös, a 6-os és a 7-es rétegeket, és másoljuk le a 3-ast, kapcsoljuk ki az eredeti 3-ast, ezt írjuk át 4-esre, és folytassuk a másolást az előzőekben megismert módszer szerint. Fontos mindig, hogy amiről másolunk, az az aktív réteg, utána pedig amire másolunk, az az aktív réteg. A 4-es lépés kialakításához még megmutatnám, hogy hogyan járunk el ismétlésképpen. Tehát most szeretnénk átmásolni ezt a színátmenetes kitöltést a 4-es lépéshez. Belenagyítunk. Varázspálca kijelölő eszköz hozzáadó móddal, Ctrl-C, itt megjelenik a háttértárba vételezett alakzat, ráállunk a 4-esre, a 3-ast láthatatlanná tesszük, a 4-es réteget láthatóvá, Ctrl-V, átmozgatjuk, majd a réteget rögzítjük. Ugyanígy járunk el az árnyékoknál is. Az árnyék látható és aktív. Szín szerinti kijelölő eszközzel fontos, hogy a rétegen belül kattintsunk. A kijelölést invertáljuk, Ctrl-C. 4-es réteg, aktív, látható, Ctrl-V, a réteg átmozgatása, a réteg rögzítése, a kör árnyékot keressük meg, szín szerinti kijelölő eszköz, kijelölés invertálása, Ctrl-C, 4-es réteg, láthatóvá tesszük, Ctrl-V, a réteg átmozgatása, elhelyezzük, majd pedig ismét rögzítjük. Ugyanígy eljátsszuk ezt a következő lépésen, a 4-es hátteret duplázzuk, átnevezzük háttér 5-ösre,
és az előzőekben megismertetett módon fogunk eljárni és kialakítani az egyes lépéseket. Ha elkészültünk mindegyik lépéssel, akkor az egyes rétegeket láthatóvá téve, majd pedig a láthatóságot kikapcsolva, nagyjából látjuk már azt, hogy mit várhatunk majd az animációtól. Szükség van ugyanakkor még feliratra, a nem kívánt rétegeket töröljük. A felirat réteget minden egyes lépésre szintén rá kell olvasztanunk, ehhez a feliratot másoljuk 7-szer, átmozgatjuk a nyílak segítségével az egyes hátterek fölé, miután kialakítottuk azt a szerkezetet, hogy minden egyes háttér fölött van egy felirat, ezt követően a feliratok rétegekre állunk, jobb gombbal összefésülés lefelé. És most már nem marad más hátra, mint ezeket elmentjük GIF képként. File menü, exportálás, file típus kiválasztása. Kiválasztjuk a GIF képet, exportálás. Itt rákérdez a párbeszéd ablakban, hogy milyen beállítások szerint mentsük, animációként beállítható a ezred másodpercekben a képkockák közötti késleltetés, állítsuk be ezt 1000 ezred másodpercre, és egyéb beállításra nincs is szükségünk, exportáljuk. És készen is van a bemutatott ábránk. Ezt követően elmenthetjük még XCF képként is, file menü mentés másként, modellfuttatás XCF, ilyenkor minden réteg megőrződik tehát. Majd pedig bezárhatjuk a programot. Ezzel elkészült az animációnk is.